Sziasztok! Mi már úton vagyunk Ortonba. Találkozunk a Dettékkel. Annus nagyon ki szeretne jönni, de sietünk. Itt vagyunk még Hampton Hargate-be, és most megyünk majd át a hídon mindjárt Orton felé. És lehet, hogy Amirának megcsináltam a fővevalót. Mert fodrászhoz megyünk, Annának. Illetve ugyanott csinálnak fűlyukasztást is, úgyhogy valószínűleg megcsináltatjuk a fülbevalót a picórnak. Mi megyek is, mert Dettiék már várnak. Közben már visszaértünk Ortonból, itt vagyunk a Tesco-ban. Dani épp Annát pelenkázza, én már Amirával végeztem, és Annának levágattuk a fufruját, nagyon csinos lett, majd mindjárt megmutatom, és most meg megyünk a Dobbizba, az akvarisztikai boltba nézni, hogy hát, ha van Silver Lab. Úgyhogy ez a délutáni program. Dani ma offos, úgyhogy egész napot együtt tölti a család. Na itt van Anna, mi nincs az új frizurája. Ancsi, nézd ide, megmutatod az új helyedet? Jaj, de csinos vagy. Nagyon szép vagy. Nagyon jó lett a friszkó. Amire nagyon vidám a gőgicsér, úgyhogy nálunk is. Vagyunk már Dobbiz előtt. Most egy kicsit még várunk, hogy megnyugodjon Anna baba, mert volt egy meltdown. Nagyon kiborultunk azon, hogy nem tudtuk megenni a mamának a hajfestékét. Igaz, baba? Folyik az orrod is. Didi, megtörled az orrát nekem? Ott van a babakocsi teténa. Úgyhogy most megyünk be, nézzünk halacskát. Meg közben voltunk autószerelőnél, megkérdeztük a műszaki vizsgát, hogy mennyibe kerülne, de nincs ott. Itt van cicám, ott van, Amira mögött, ott, itt van. Apa bénászik. Én egész csomaggal kerestem. Jaj, fordulj meg, macska. Jó, van elég. Nem tudom megfordítani, nincs több kezem. Na jó, van, mert nincs semmi baj. De nagyon nagy tombolás volt. Krokodil könnyekkel sírt ez a cica. Így volt? Teljesen kiborultam. Én azt hittem, hogy ezt meg lehet enni, mama. És hogy nem adjátok oda nekem, hogy megegyem. Ne remész? Mi megnézzük a babát? Ott van a baba is. Úgyhogy így telik a napunk a csajokkal. Találtunk egy nagyon szuper könyvet. Tetszik, Anna? Szirénázik a tűzoltó autó. Jaj, de jó! És mit csinál a helikopter? Megnézzük a helikoptert is? Neked a tűzoltó autó tetszik? Igen? Hát ez nagyon jó. Vaj. És ez mit csinál? Wow! És a vonat? Vonaton ültél már te is, mondjuk sokat aludtál rajta, de már vonatoztál. Ez a vonat? Ez a vonat. Nem, a busz az... Na, a busz nincs rajta, vonat van. Vonat. Jó lett a hajad, macska, tetszik. Ups, ups. Vigyázz, leesik. Ide rakjuk vissza, jó? És már úton vagyunk hazafelé. Itt van egy ilyen kis tavacska. Tök cuki. De egyébként nagyon sok ilyen van itt Hamptonban. Tele van az egész környék ilyen tavakkal.
ott megy elől Dani, meg Anna, amire meg rám van éppen kötve. Úgyhogy erre cicám. Úgyhogy megyünk hazafelé. Visszük a halunkat. Végül is csak egy halacskát vettünk, azt a, amelyiknek nincs párja, ahhoz vettünk egy párt. Más most nem szereztünk. Ó, mekkora dugó van, ezt nézzétek. Ilyet itt ritkán látni. Velem nem bírnának. Ó, te ti alig bírtatok. Hát igen, az már így van. Liszti, Zsobi, Danik, Zsuzsi. Épp az beszéljük, hogy Amira mennyire busy. Tehát olyan mozgékony már, hogy így ide-oda mászkál, kúszik. Nem sokat aludt pedig. Körülbelül 20 percet aludt, nem sokat aludt. Mondjuk jó, amikor sétáltunk, akkor aludt. Volt kendőben is, meg a babakocsiban is aludt. Itt van nem sokat aludt, mondjuk nagyon sétáltunk ma. Délután 4-kor értünk haza, úgyhogy 9-kor elmentünk. A három grácia. És megbeszéljük, hogy Amira milyen fején. Milyen igen. Sokat nőtt, és milyen sokat fejlődött. És igen. Ah, mindig boldog. Kivéve, amikor éhes. De hát akkor ő se úgy reagál a kajára, mint Anna, meg én, hanem amikor éhes, akkor is azért türelmesebben éhes. Én ma felkeltem, és olyan éhes voltam, hogy megettem egy tányér rizses lecsót. Soha nem szoktam úgy felkelni, hogy nekem az az első, hogy egyet. Uh-huh. Mindig az, hogy kávé, rágyújtok, kész. Hát most azzal keltem, hogy úristen, de éhes vagyok, geci. Mentem gyorsan, burkoltam. Lehet vagy nem lehet? Nem. Nem? Nem. 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 Aromátok meg is. Oké. Igen. Úgyhogy nem lehet, hogy terhes vagyok. Nincs rá esély. Gond terhes. Hát mit csinálsz? Nem mondjuk meg, hogy ezt benézted! Ott a háttérben az ott a Tesco-s delivery, ami akkor jött meg, amikor éppen hazaértünk, úgyhogy így mindenkit elnézést a kupleráért, nagyon szét van esve a lakás, mert hát nem tudom. Nem voltatok itt meg észre. Nem voltunk otthon. Igen. Bizi vagyok, ketten. De nagyon jól sétáltunk egyébként, voltunk a Dobizba, voltam a Dettiéknél, körbe sétáltuk Ortont, voltunk erdőben. Bundás is szeretett volna menni sétálni az erdőbe. Elindult, aztán hazaérkezett, nagyon hamar kérdeztük, hogy mi történt. Csiga volt a fáj, és nem ment be az erdőbe. Ne hülyéskedj, tényleg! Mondtam, ha két fával mentél volna, arrébb észre se veszett a csigát. Kitette a hajamat, meg a fülemet. Vigyázz! Elédett Annus is. Gyere akkor vissza! Zoom. Jaj, ezt imádja. Jaj, szép, ez ki a hajam. Jó, Krisztián. Jaj. Te átveszed. Én meg itt maradok. Mi újság, Ancsi? Visszajössz, visszafekszel? Ide integetsz nekem, Anna, hogy szia. Oda. Ancsi. Szia. Nem. Mondja, még nagyon meg vagyok szeppenve. Az előbb úgy meg olyan szinten meg volt szeppenve, leterített, mint egy vadat. Kapta rám, ugrott, és így én meg így dőltem. Szóval így telt a tegnapi napunk, most már csütörtök van, és éppen várom, hogy elkészüljön az autó, mert a műszakit csináltatjuk. Köszi, hogy elkísértetek, és vigyázzatok magatokra!